A helyzet egyre romlik az imperialisták jóvoltából, akik mocskos céljaikra felhasználják a hazai reakció erőit is. Nézzétek csak meg ezeket a visszataszító, imperializmustól átitatott arcokat. A fasiszta fenevadak nem nyugszanak. Mindent megtesznek, hogy tönkretegyék virágzó életünket. S ha nem jöhetnek fegyverrel, hát sötét kémtevékenységet folytatnak enőcskék segítségével, akik át akartak szökni a határon kenyéradó gazdáikhoz. Tartsátok tőlük távol magatokat, nem úgy, mint az egyik munkás, aki átásta magát és teherbe ejtett egy fegyencnőt. Fúj! Egy kapitalizmustól fertőzött, megrontott lelket a világra hozni. Fúj! Túl elnézőek vagyunk, a munkafegyelem pedig eközben egyre fogy, eltűnik. Hát na, hogy ne tűnne el? És ami még fontosabb, az ember is elvész, de nem ám, mint absztrakció, hanem konkrét emberek tűnnek el. De elvtárs! Adja csak, hadd hallják a gyerekek is. A teljes azért tűnt el, mert megmondta az igazságot, hogy nem teljesítjük a megemelt normát, amit nem tárgyaltak meg velünk. Tehát nem az a kérdés, hogy hova tűnt a fegyelem, hanem hogy hová tűnt a teljes. Ennek még meg lesz a következménye. Micsoda ez? Gyertek, pajtások! Gyönyörű. Mennyi virág. Gyönyörű. Igazán gyönyörű. Hely, ha ezt Bozsana Nyemcova megérhette volna. Vagy mondjuk Smetat. Maguk hallja, mert én azt is hallom, ami nincs itt. A zene. Hová tűnt a zene? Az ember persze nem csak a zene élteti, hanem a kenyér is. Kenyér pedig lesz. És vaj is lesz, még tejfel is lesz, abban hiba nem lesz. Lesz itt minden. De, kérdem én, fiacskám, hol a zene? Igen, a zene is eltűnt, de mi azt is szeretnénk tudni, hogy hova tűnt a teljes. És hogy hol van a filozófia professzor, és egyáltalán hova tűntek a régi szép idők, amikor még az emberek tisztelték, becsülték, szerették egymást. Úgy van. Kiféle, miféle ez a kedves fiú? Milyen kora érettem bölcs ember? Minden jót, elvtársak!